épületszárnyal bővül a Gyöngyösi Kórház. Toborzási lehetőségek, tájékoztató nap a helyi partnereknek. Bibliai történetek játékos formában a református táborban. Ma is itt vagyunk a nap legfontosabb híreivel. Jó estét kívánok! Új épületszárnyal bővül hamarosan a Bugát Pál Kórház épület együttese. A legutóbb épített rendelőintézet mellé újabb komplexum épül, amiben helyet kap a gazdasági és műszaki részleg és a kórházi gyógyszertár. Központi forrásokból több fejlesztést is szeretnének megvalósítani. Ilyen a geriátriai központ a régi kórház területén, új pszichiátriai járóbeteg szakrendelés, valamint orvos-nővérszálló kialakítása az egykori tüdőgondozó épületében. A több mint 100 000 ember egészségügyi ellátásáért felelős Gyöngyösi Kórház az elmúlt években 3,5 milliárd forint értékben hajtott végre fejlesztéseket. Eszköz és infrastruktúra terén egyaránt történtek korszerűsítések, hangzott el a tájékoztatón. Elutasított pályázata az elmúlt években nem volt a kórháznak, és most is milliárdos nagyságrendű terveket vázoltak. Központi forrásokból szándékszunk több fejlesztés, az egyik, amit már elindult, a Prodignitas geriátriai szakkórház létrehozása a régi kórház több mint 3000 négyzetméteres területén, amely hospice, demenst és geriátriai ellátást szolgálna. A geriátriai központ közel 4,7 milliárd forintból valósulhat meg, tervek szerint évvégi kezdéssel az elkövetkező 2 évben. A központ megvalósítását segíti Horváth László országgyűlési képviselő is, és fontos stratégiai célkitűzésnek nevezte a beruházást. Az előkészítés fázisában vagyunk, hogy egy országos jelentőségű geriátriai központ valósuljon meg itt Gyöngyösön, és hát ehhez kapcsolódóan pedig egy korszerű, de a régi tüdőgondozó épületébe egy orvos-nővérszálló is létrejön. Ha ezek megvalósulnak, és erre azért ugyanúgy nem csak reményeink, hanem esélyeink is vannak, akkor a Gyöngyösi Kórház pozíciója, az itt lévő betegek biztonságos ellátása az hosszú távon lehet szavatolható. Továbbá az új rendelőintézet mellé újabb komplexum épül. Nyertünk tavaly tervet a déli szárny bővítésére, elkészítettünk egy tervet. Ez a jelenlegi gazdasági épület, a műszaki épület és a gyógyszertár áthelyezésével egy a járóbeteg szakrendelő folytatásában egy új épület komplexum, ez kb. Egy 70 milliós fejlesztési beruházás, bízunk benne, hogy meg tudjuk valósítani. Az új épület közel 700 millió forintba kerül, az orvos-nővérszálló kialakítása 1,2 milliárd forint. Továbbá tervezik a jelenlegi raktár helyére egy pszichiátriai járóbeteg gondozó építését, a hotelépület szigetelését és nyílászáró cseréjét. Pályázatok útján további 500 millió forintot fordítanak többek között szennyvízhálózat, fürdőszobák felújítására, patológia és gondozóhálózat szakrendelő fejlesztésére, betegbiztonság növelésére. A következő 5 év feladatai között említette a főigazgató egy rekreációs központ megépítését is, ahol óvodai és sportolási szolgáltatásokat is biztosítanának a kórház területén. Toborzási lehetőségekről tartott tájékoztatónapot az egyik munkaerő közvetítő Gyöngyösön a helyi partnerek részére. A délelőtt folyamán olyan témák kerültek napirendre, mint a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása, a nyugdíjszövetkezetek, valamint a diákok helyzete a munkaerőpiacon. Mindemellett az életbe lépett adatvédelmi rendelkezés kapcsán a napi operáció során felmerülő kérdésekről is egyeztettek. Az egyik gyöngyösi személyzeti szolgáltató országosan több ezer munkavállalót kölcsönöz a cégek részére. Most egy találkozót hívtak össze, hogy további toborzási lehetőségekről értekezzenek. Célja alapvetően az, hogy a személyzeti kérdésekben azok a napi aktualitások, amelyek foglalkoztatják a cégeket, válaszokat adjunk ezen kérdésekre, és egyfajta diskurzust folytassunk ezen kérdésekről a cégekkel. A mai nap során az életbe lépett GDPR rendelkezés kapcsán a napi operáció során felmerülő kérdésekről fogunk egyeztetni. Mindemellett szó volt például a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról is. Ezen réteg megtalálása, a munkaerőpiacra történő integrálásáról lesz szó. Továbbá a nyugdíjas szövetkezetekkel történő együttműködés, illetve a nyugdíjas szövetkezetekben rejlő lehetőséget fogjuk megbeszélni a
partnercégekkel, illetőleg azon cégekkel, akik erre nyitottak. A találkozón a munkaerő hiány mértéke is téma volt. Nógrádi József szerint régiónként teljesen eltérő a ráta, hiszen mások a bérek, más az elérhető munkaerő mennyisége, minősége. Ez egy napi aktuális kérdés, és ezügyben minden cég keresi a megoldásokat, tette hozzá. Új iparterület kialakítása, parkolási rendelet módosítása, óvodafejlesztési pályázat benyújtása. Több mint 50 napirendi pontot tárgyalt júniusban a nyári szünet előtti utolsó ülésén a város képviselőtestülete. A város vezetői Fogadó óra című műsorunkban a legfontosabb napirendi pontokat és döntéseket ismertették. Több mint 1000 ember ingázik napi szinten a fővárosban munka miatt. Hisz György polgármester szerint fontos, hogy a város foglalkozzon a munkahely teremtéssel annak érdekében, hogy a gyöngyösi lakosok helyben is megtalálják számításaikat. Csütörtökön egy új cég teszi le alapkövét az ipari parkban, amivel az a terület is megtelik. A testület júniusi ülésén megszavazta az új, közel 100 hektáros iparterület kialakítását. Semmiféle fejlesztésre való területünk nincs. Itt megnyílik lehetőség, uniós pályázat, 600 milliót nyertünk, ez eldőlt múlt héten hétfőn, megjött a értesítés is, és erre lesz egy ipari területfejlesztés, aminek a egyik legfőbb, amellett, hogy ipari területet biztosítunk, az, hogy az a déli elkerülő útnak egy kilométeres szakaszát megépítjük. A képviselők foglalkoznak a Török Ignác utcában élők észrevételével is, ugyanis az új forgalmi rend szinte ellehetetlenítette az utcába történő behajtást. A megoldás mellett a testület választ keres rá, hogy a szakértői véleménnyel ellentétben miért nem lehet a borforgalmi irányából egyenesen behajtani a Török Ignác utcába. Nyilvánvalóan mindenkinek jót nem fogunk tenni, se avval, hogyha megfordítjuk a közlekedési irányt, mert avval is lesz másnak is problémája, de mindenképpen be kell vonni a lakosságot, úgyhogy lakossági fórum lesz erről, amire én is javasoltam most vezetőülésen is, hogy hívjuk meg azért akik ugye a közlekedési tanulmányt is készítették, hogy mi oknál fog, vagy mit lehetne a legjobb megoldásként találni erre. A műsorban szó volt a kerékpárút felújításáról is. A városvezetők arra kérik a kerékpárosokat, hogy nézzenek új útvonalak után arra az időszakra, amíg le lesz zárva a kerékpárút. A jelenlegi 24-es útszakaszon tilos a kerékpárforgalom. Tehát ezt próbálják a szülők is elmagyarázni a gyerekeknek, hogy balesetveszélyes helyzet ebben az átalakítási, felújítási időszakban lehetőség szerint ne következzen be, és tényleg alternatívák a Várostérségfejlesztő honlapján, a Város honlapján mindenhol megjelentek, milyen lehetőségeket kínálunk. Az önkormányzat döntött egy óvoda fejlesztési pályázat benyújtásáról is. Nyertes pályázat esetén 65 millió forintból 50%-os pályázati támogatással újulhatna meg a Fecske úti óvoda konyhája, és épülhetne új közlekedő folyosó az intézményben. Tiszta forrás címmel indított 5 napos nyári tábort a Gyöngyösi Református Egyházközség. A gyerekek különböző csoportfoglalkozásokon, vetélkedőkön, kézműves foglalkozásokon vesznek részt a hét folyamán. A programok célja, hogy megismerkedjenek Jézus Krisztus életével és különböző bibliai történetekkel játékos formában. Olyan békén, mint a folyó, olyan békén, mint a folyó. Közös éneklés, játékok, vetélkedők. A Gyöngyösi Református Egyházközség immáron 27. alkalommal szervez ingyenes tábort a gyerekeknek. Oldástól egészen középiskolás korúig terjed a táborozók korosztálya, így ehhez igazítva szervezték a csoportfoglalkozásokat. A tábor célja az, hogy a gyerek boldog legyen, úgyhogy a tiszta forrás, ez azt jelenti, a tábornak a címe, ez azt jelenti, hogy a Szentírásból, az Úr Jézus személyéből árad az igazi tiszta forrás. Szeretnénk a gyerekeknek ezt továbbadni. Különböző tanításokon vesznek részt a táborozók, hogy megismerjék Jézus Krisztust, valamint az ószövetségi hős példájából tanulnak hitet és bátorságot. Emellett napi vetélkedőkön vesznek részt. Elég sok fajta vetélkedő van, idén elég rendszerezett is, mert van a futballtól kezdve tollaslabdán át, csocsóig, asztali fociig, és rajzversenyek, sok minden más is. A programok között szerepelnek még kézműves foglalkozások, bibliai előadások és játékok, valamint egy kirándulás is. Most csoportos foglalkozáson veszünk részt, így sok érdekes dolgot csinálunk, és tetszik benne, hogy a srácokkal együtt tudunk dolgozni.
A gyerekek élvezik a tábort, szeretik a közös tevékenységeket és az új embereket. Együtt lehetünk más gyerekekkel is, akiket mondjuk nem ismerek. A lelkipásztor kiemelte, hogy mindig nagy örömmel szervezik a tábort, és örülnek, hogy ilyen sokan érdeklődnek a programok iránt. Közel 10 éve rendezik meg a Gyöngyösi Állatkert zootáborát, amely mindig nagy sikert arat az érdeklődők körében. 5 hetes turnusban átlagosan 20-25 diákot fogadnak. Táplálkozás, életmód, szaporodás, egyebek mellett ezekről kell számot adniuk a gyerekeknek a hét során. Nem csak a tanulásról szól a tábor, hiszen ugrálóvár, lovaglás, etetés is várja őket. Péksütemény, kenyér és takarmány. Ezt kapják reggelire a Gyöngyösi Állatkert lakói. Most azonban rendhagyó etetés volt, ugyanis a gondozók helyett a nyári tábor résztvevői adhatták oda a finom falatokat. Ennek persze nem csak az állatok, hanem a gyerekek is nagyon örültek. A zootábor már 3. hete tart, jelenleg is több mint 20 gyerek tölti itt szabad idejét. Természetesen csak olyan fajokkal foglalkozhatnak, amelyek nem jelentenek rájuk veszélyt. Ilyenkor a gondozóktól átveszünk pár reggeli feladatot, mint például a szemes takarmánynak a szétosztása. A hétfő az mindig azzal telik, hogy megbeszéljük, aktualizáljuk, hogy kinek mit szabad adni, de nagyon ügyesen megoldják a feladatot. A játékos feladatok mellett a tanulás sem maradhat el. Le vannak osztva napjaink, van házi állatos napunk, a lóról tanult. Van exotikus napunk, ma például a szibériai tigris lesz tanulmányi asztalon, tehát oda fogunk majd menni az etetés után tanulni. Ez délután le is kell írni nekik, amit pénteken egy munkafüzet formájában megkapnak. És mi sem bizonyítja jobban a gyerekek fogékonyságát, mint az, hogy az elmúlt 3 napban nagyon sok fontos tudnivalót jegyeztek meg az állatokról. Tanultunk még a galéros pavianokról, és nem lehet összekeverni őket a piros fenekű pavianokkal. És tanultunk még a lovakról is, hogy mik a jellemzőik, hogyan lehet felismerni őket, és mivel lehet őket etetni, és hogy a szénát a szalmával nem lehet összekeverni. Balázs 3. éve vesz részt a táborban, neki kedvenc kis állata is van már. Nekem a gyűrűs farkú maki, mert nagyon sejmes a szőre, és nagyon aranyosak. Holnap egy nagyon aktuális témával, mégpedig a hazai vadakkal foglalkoznak a kicsik. Ez különösen fontos, mert nagyon sok őzet vittek be az elmúlt időszakban az állatkertbe. Sem hazavinni, sem megsimogatni nem szabad őket. Erre is felhívják a figyelmüket. Halmocki Ferenc egykori kiváló Spartacus labdarúgójára, a GSE volt elnökére, utánpótlás edzőjére, a Gyak felnőtt labdarúgóinak örökös technikai vezetőjére emlékeztek tanítványai, barátai. A 3 generáció alkotta csapatok körmérkőzéssel, majd utána közös foci VB mérkőzés nézéssel emlékeztek meg az egykori kiváló sportemberről. Idei évben 3 különböző korosztályunként 3-4 éves eltolással játszol egymás ellen, és nevezzük ezt az egészet Halmocki Ferenc emléktornának, hogy a Halmocki Feri bácsi itt volt a Gyak csapatán belül már nagyon-nagyon sok éven keresztül, évtizedeken keresztül itt játszott, edzősködött, volt utánpótlás edző, sőt elnök is volt, intéző, tudósító, úgyhogy nagyon-nagyon ezer-ezer szála kapcsolat az egyesülethez, és az ő emlékére van ez a mai torna. A rutin mögött szorosan képviseltette magát a ma még junior korosztálynak mondható csapat, akik szintén örömmel jöttek első szóra az emléktornára. Szívesen jöttünk el, ez egy nagyon jó kezdeményezés. Azt gondolom, hogy arról szól, hogy a régi emlékeket fölidézzük. De természetesen mi is szerettünk volna győzni, mint a másik csapat, akivel éppen játszottunk. Az a cél, még van egy mérkőzésünk, az idősebbek kellene, vagy a fiatalabbak kellene úgy szintén, hogy győzünk. De szerintem ennél fontosabb az, hogy újra találkozunk és egy jót beszélgetünk. És az hagyd tegyem hozzá, hogy Halmocki Ferenc emléktornának van ez elnevezve. Nekem volt edzőm, és nagyon jó kapcsolatban voltam vele, és azt gondolom, hogy megérdemli azt, hogy ha rövid időre is, de rá emlékezzünk ezen a tornán. Ezen az eseményen valóban elmondható, nem az eredmény, hanem a részvétel volt a fontos. Vélhetően Halmocki Feri bácsi is örömmel ült ki a felhők szélére, hogy újra láthassa egykori tanítványait, barátait, akik ezen a napon rá is emlékeztek és egy igazi örömfocit rendeztek tiszteletére. További 21 milliárd forint vidékfejlesztési forrás sorsáról döntött az Agrárminisztérium júniusban. Az elmúlt hónapban 17 felhívás keretében
634 pályázatot hoztak ki nyertesnek a bírálók. Bár a rendelkezésre álló keret jelentős része már kimerült, a következő hónapokban újabb pályázatokat hirdetnek meg az eddig fel nem használt források terhére. Új rekord született a KNTH ifjúsági indexének eredményei szerint. A 19-29 éves korosztály 35%-a gondolja úgy, hogy könnyen találna munkát. Sőt, a munkájukat sem szerették még soha ennyien. Az első negyedévben a megkérdezettek 57%-a mondta, hogy olyan állása van, ahol örömmel dolgozik. Az aktuális végén pedig híreink még egyszer röviden. Új épületszárnyal bővül a Gyöngyösi Kórház. Toborzási lehetőségek, tájékoztatónap a helyi partnereknek. Bibliai történetek játékos formában a református táborban. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!